Show. Egy cikk megjelent, miszerint ugye, hát ez a felmérés azt kutatja, hogy kijelentéseink 34%-a nem fedi a valóságot, és kiderítették, hogy a párkapcsolatban és a munkahelyünkön mondjuk a legtöbb kegyes hazugságot. Ami azért megdöbbentő, mert azt gondolná az ember, hogy a párjának nem biztos, hogy akar hazudni, és nem is szép dolog. Mégis megállapították, hogy 34%-ban mi nem mondunk igazat a saját párkapcsolatunkban, és itt most nem nagy dolgok elhallgatásáról van szó, vagy nagy hazugságokról, hogy van viszonya valakinek, hogy félrelépett, nem erre gondolok, hanem azt írja a cikk szerzője, hogy kegyes hazugságokat mondunk, vagyis nem mindig mondjuk ki az igazságot, és nem mindig mondjuk ki azt, amit gondolunk, helyette inkább hazudunk valamit a mi párunknak. De finom volt az ebéd? Az ebéddel kapcsolatban, a súlyával kapcsolatban, a kinézetével kapcsolatban, a korával kapcsolatban, az állapotával kapcsolatban, tehát sokszor... Állapot és az állagával. Az állapot és az állaggal kapcsolatban sokszor hazudunk, és egészen megdöbbentő a szám, mert hogy azért ez magas. Mert ugye a munkahelyi hazudik, az ember az rendben van, nem? Tehát ott nem mindenkivel vagy olyan viszony, mert nem akarod megbántani, udvariaskodsz, az oké. De hogy otthon se. De hogy otthon se mered elmondani az igazságot, és otthon is kegyes hazugságokat alkalmazol, azért az nagyon-nagyon érdekes. Ezt állapították meg. Félsz a konfliktustól, nem? Hogy nincs kedved most azon veszekedni, hogy tényleg megint te mész a gyerekért, vagy megint nem. Valószínű, hogy konfliktus kerülés, persze, nyilván. Vagy nem akarod megbántani, vagy nem akarod, mit tudom én, tényleg kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát ez erről szólhat valójában, nem? Én soha nem füllentek, én soha nem hazudok. Ja, én múltkor is, amikor mondtam, hogy egy éjszakára se cserélnélek le anya Scarlett Johanssonra, akkor is látszott rajta, hogy elhisz. Yeah. Látszott, igen. Mert az őszinteség az alapja egy jó... És ő kire cseréld el ilyenkor? Ő mit mond üből ilyenkor? Erre a nők szoktak reagálni. Bárkire. Bárkire. Én bárkire is szívesen lecserélnélek most. Igen, mert ismerve a nőket, ilyenkor azonnal ők is mondani akarnak valami nagyon durvát, nem? Vagy legalábbis valami olyat mondani, hogy visszavágjanak. Mi a kegyes hazugság? Tehát meddig vagy kegyes? A szeretlek, drágám, az már nem az, ugye, hanem őszinte. Jól érzem, hogy az már ott elcsúszott. Pár év után a szeretlek, drágám, az már ilyen, tudod. Alap. Igen, ez a mi a vacsora kb. Na hát szintű. Igen. Igen, kérdés, hogy ott mennyire gondolja őszintén az ember. Na de mi nézzük meg azokat az élethelyzeteket, mikor akarsz te inkább kamúzni egy picit, mint hogy elkerüld az igazságot. Ugye a nőknél milyen élethelyzetek vannak, a férfiaknál milyen élethelyzetek vannak. Mikor kell egy kicsit szépíteni? Amikor sietek valahol, ránézel az órádra, és tudod, hogy... Na, az például egy érzékeny helyzet, igen. Ő még készülődik, ránézel az órádra, és tudod, hogy ebből már nem lesz pontos elindulás, nem lesz pontos indulás, nem lesz pontos odaérkezés. Ergo, mit mondasz, amikor megkérdezi, hogy jó, az csak menjünk. Igen, nem, ez most nem volt itt jó. Hibá... Ez nem. Itt hibáztál, azt tudod. Én így tudom, ez jó, nem jó. Jó, az csak menjünk. Ez nem egy jó út. Iszonyatosan jól, ne fél, nagyon rendben van. Hát tényleg. Hát erre nem indulnék el. Anya, várj, meg egy picit emésztenem kell a látvány. Egyszerűen csodálatos vagy. Fél, maradjunk itthon. Mindjárt kicsomagolok. Egyszerűen. Ja, de figyelj, és a mindjárt kicsomagolok mondat, ott viszont azonnal elindul, ja, igen. Mónika. De nem azért, mert nem áll jól, hanem hogy érted. Tehát ruha elindulás, ott persze. Az ember azonnal hazudik, ugye? Ott mondanod kell valamit, késésben vagytok, ő még át akar saját öltözni. Igen, még nem tetszik saját magának, még a 26. ruhát föl akarja próbálni, tehát ott az kimondod. Azok, majd leveszed a körömcipő alól, a kocsiban mindegy. Igen, a fehér sporzok nem jó. Szóval ott ugye kénytelenek vagyunk hazudni. Hol hazudunk még? Kaja? Szerintem ott sem mondod meg az igazat, igen. Nem? Tehát ott is sokszor nem úgy sül el a dolog, nem úgy sikerül, nem nagyon miért mennél vele egy vasárnapi ebéd előtti konfliktusban, nem? Hát, nem mondod neki. Nem azt, igazi hogy... hazugságok ezek. Anya, te meg az éjség a legjobb szakács. Tehát... Megint dicsértél. De hogy ezek valójában nem is hazugságok, nem? De hát ezek ez füllentés. Elkenése az igazságnak, vagy így az elkendőzése tulajdonképpen. Amikor megpróbált kicsit könnyebbé tenni a saját életedet. Tehát ezek ilyen önös érdeke által vezetett hazugságok. A számodra érdektelen, csak akkor óvatosan fogalmaztam, sztori a barátnőivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyeneket hallgatni, hogy azt már én nem, nyilván. Hát nem. Csak nem, hogy ezt hogy reagálod le? Igen, csak átjött. Hogy ott tetteted, hogy ez téged érdekel most, hogy mi van a mit tudom én kivel? Hát, vagy én sóhajtok néhányat. Igen.
De izgalmas. Nos, ez az első néhány mondatot meg kell várni, szerintem udvariasságból. Mert az nem jó, hogyha rögtön rávágod, hogy jóan vedd meg, amikor levegőt vesz. De kezdi a barát... De is azt akartam mondani. De igen, de ha az első néhány mondatot megvárod, akkor belelendül, nem? Akkor azt gondolja, hogy táptalapra hullott a mag. Lehet mondani. Hát ez igaz. Na, ott hogy jössz ki? Ott mivel jössz ki? Jaj, az éjség nagy úr? Na, igen. Az éjség nagy úr megyek. Otthon azért csak nem játszod el, hogy elindítasz egy kamuhívást. Halló! Szabad ne feled. Halló, tessék! Igen? Hosszú? Jó, mert akkor kimegyek. Jó, oké. Okay. Jó. Mondja csak, tökig van az aksim. Tudod? Igen. Anya, töltő, a töltő volt. Na, az gyerekek, az is egy kemény. Az is egy kemény pillanat, igen. Hát itt van, itt leírják a cikkben egyébként, hogy melyik mondat mit jelent, de ez tényleg közhelyszerű, tehát ebben már nem kell belemenni, hogy mit jelent az, hogy semmi baj, azt mondja egy nő, vagy mit jelent az, ha egy férfi azt, hogy nem vagyok részeg, vagy mit jelent az, hogy amúgy sem akartam semmi ajándékot, tulajdonképpen ugye tudjuk, hogy ez mit jelent, ugye amúgy sem akartam semmi ajándékot. Hát ez egy nő szájából értelemszerűen te paraszt. Nem vettél nekem semmit, persze. Ugye ez egyértelműen az jelenti. Igen, nem érdekel az exed. Ugye szintén tudjuk, hogy ez ebben a formában így... kellene minden részletet tudni akarok a rohadékról. Vagy arról a büdös. Tudod, hogy hogy ne érdekelne az exed, igen. Szóval, hogy ezeket írja itt le a cikk szerzője, hogy ezek önmagában egyébként mit jelentenek, de ezeket tudjuk. Na nézzük meg akkor a hallgatóinknál, hogy ki miben hazudik, nem biztos, hogy jó szó a hazugság, ki miben füllent vagy mond kegyes hazugságot az ő párjának, és ezt milyen formában teszi. Jó, étkezés, ruha, főzés, tényleg súly, edzés, ugye hát ezek a neuralgikus pontok, igen. Tényleg. Amikor észreveszed a párodon, hogy kicsit tundi, amikor 26-szoros se akar lemenni az általad megjött fitness bérletet elhasználni, és te próbálod egy kicsit noszogatni, hogy próbálja meg az ember? Ezt írjátok meg nekünk. Olyankor mondod, hogy szükséged lenne rá? Drágám, tehát fitness bérlet, ugye kapott egyet mondjuk ajándékba, lehet, hogy még ő maga is mondta, de nem fogy a bérlet szelvény. Igen. Akkor tényleg akkor hogy jelzed? Szerintem mondani kell, volt, nem? Vagy? Hát nem lehet egy kapcsolatot arra építeni, meg. Hogy mindig ilyen udvariaskodtok egymással. Oké, okay, mit mondasz? Szerintem túlsúlyos vagy, drágám, le kéne menni az hát edzőterembe, na jó, nem, hát azért itt van különbség. Szerintem túlsúlyos vagy, drágám, hát azért ezt bocsánat, így szerintem nem. Bocsánat, tehát, mondtad, hogy kövér? Nem. Tessék? Mondtad, hogy kövér? Na jó, nem. De túlsúlyos. Szépen nevezted? Drágámnak hívtad? Igen. No? Drágám, kövér vagy, mint egy disznó. Aha. Menjél már le edzeni a rohadt életbe, hát rohadt drága volt az a bérlet, nem tudom, milyen wellness terembe 10 alkalom. Legalább egyet használja. Ennél nyilván finomabban kell. Persze, így van. Tényleg ostyába kell csomagolni. És azt kell nekem mondani, hogy nekem így is tetszel. Ha így kezdődik a mondat abban a pillanatban, illetve nem, nekem ugyan így is tetszel, de. Aha. Azért, mert nekem így is tetszel, akkor arra nem megy le. Ha tehát nekem arra... ugyan így is tetszel, de, akkor az rögtön át is toltad valaki másra az egész történet. Jó, de mit mondasz? Nekem ugyan így is tetszel, de mások nehogy megszóljanak? Vagy igen, tehát hogy fejezed? De a szomszéd már mondta, hogy dagadt vagy? Nem, hogy fejezed? De nem, mégis meggondoltam ma. Nem. Mi van, ha rámegyünk az egészségvonalra, hogy nekem így is tetszel, csak a szíved, tudod, az a csúnya burok, ami ránő ilyenkor a belső zsírtól. Csak a változatosság kedvéért. Egy kis kardió? Nem, az átlátszó. Jó. Hát akkor mi a jó? Nyilván mi a jó? A kegyes hazugsága jó. Hát akkor csak az a jó, tehát ha mindenre, tehát ha azt mondjuk, hogy az őszinte szó az nem segít, vagy megbántod vele, akkor mi következik? A kegyes hazugság. Igen. Ismerek olyan nőt, akinek jól áll a narancsbőr, de nem családtag. Érted, igen. Ugye? Igen. Női hallgatóink is írnak nekünk, hogy például hogy hazudnak, vagy miként hazudnak abban az élethelyzetben, amikor ugye a férjük megkérdezi, ez mennyibe került. Ugye ez is egy abszolút bevett élethelyzet, amikor jön a nő és vesz valamit. És nem meri, nem akarja a palinak megmondani, hogy bizony felemésztette a koszpénzt, vagy valami olyat vett, ami nem volt olcsó. És ilyenkor jönnek a női hazugságok, mert én kíváncsi vagyok, hogy a nők hol hazudnak nekünk. Ugye mi tudjuk, hol hazudunk a nőknek, ugye? Sehol. Hát főszükkel, a súlyukkal, a kinézetükkel kapcsolatban, ugye? Tehát van egy csomó olyan dolog, amit tényleg az ember nem akarja feltétlenül megbántani. A másik az, hogy nem akarsz el rosszat mondani. Hol hazudnak nekünk a nők vajon? Na azt nézzük meg. Férfiak, tessék, mikor hazudnak nekünk a nők? Amikor mi úgy kezdődik a mondat, hogy akció volt a... Na ok, akkor már biztos tudod, hogy valami rohadt drágát vett. Tehát, hogy vagy akciós volt a, nem? Igen, na hát abban a pillanatban tudhatod, hogy rettenetesen kiköltekezett, vagy pedig egy olyan dolgot vett meg, amit amúgy nem javasoltál volna az ára alapján.
Mert utána jön egy összeg, de hát ugye már az elején már próbál megtompítani azzal, hogy de hát ott egy 10%-os, 15-20%-os, 30%-os leértékelés volt, és így meg már persze, hogy megérte. Ezer olyan dolog van, amit mi férfiak nem veszünk észre. A legjobb mondat mostanában, hogy de mikor kérdez, hogy mennyibe került, hogy de ezt már nem most vettem, hanem 2 éve. Ezzel, várjál. Ezzel majd megvezetnek. Ezzel mondjuk az van, hogy egyrészt a hülyének néz engem, ami mondjuk lehetséges, mert előfordul, hogy elfutnak mellettem az évek, de hogy mindig mondom, hogy oké, nem az volt a kérdés, hogy mikor, hanem hogy mennyiért. Érted? Mennyiért, és még van egy legszebb most, cseréltem. Mire? Mekkora kamu? Mire? Az hogy? Hogy? Kivel? Két táskát adott egy táskáért? Kivel? Két felsőt adott egy felsőért? Hogy hogy? Nem, egy rohadt drága táskát cserélt el, aminek egyébként utána, mert ráadásul kiderül, hogy nem tetszik neki. Azt cserélt el egy másikra. Ezt, na, igen. Akkor az már halmozottan. És akkor megy a sóhajtás, hogy hát bárcsak vissza tudnám cserélni a régi táskámat. Igen. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, kezdődjön úgy az SMS, hogy... Mindig azt mondom neki pedig. Jó? Ez egy jó felütés szerintem. Tehát, és akkor innentől kezdve érezzük azt, hogy mi az igazság, tehát mi a füllentés és mi az igazság. Az SMS úgy indul, hogy mindig azt mondom neki pedig, és ebből tudhatjuk, mindig azt mondom neki jó illata van, pedig büdös. Mindig azt mondom, hogy mit tudom én, milyen tényleg a frissen szedett rózsa illatod van, pedig egy hete nem fürödtél, te disznó. Ugye? Oh. Tehát, hogy mindig azt mondom neki pedig, ez egy jó felütés, erre írhatnak nők is, írhatnak férfiak is, mert ugye a férfiaknál sokszor ezzel van baj. Jó, nem? De trágyadombon nő a legszebb virág, ezt mindenki tudja. Hát, az is igaz. Jó? Na, nézzük meg akkor igaz-e, hogy 34%-ban kegyes hazugságot mondunk a párunknak. Az SMS így indul, mindig azt mondom neki, pedig. És nézzük meg, mi az igazság, jó? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy arról beszélgettünk, hogy 34%-ban mondunk egyes hazugságot otthon. És hogy miben hazudnak a nők, miben hazudnak a férfiak, mikor kell a kegyes hazugság eszközével élni egy-egy párkapcsolatban. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők az élet mely területén hazudnak legtöbbször, már ami a párkapcsolatot illeti, azon belül, hol hallgatják el párjuk elől az igazságot. Ugye az SMS-eknek úgy kellett indulnia, hogy mindig azt mondom neki, pedig azt gondolom, vagy pedig azt hiszem, vagy úgy érzem. És hát gyerekek, nem csak a férfiak hazudnak azért, tehát de jól éreztük azokat a pontokat, amit mondtuk, hogy hol van a hazudási lehetőség a férfiaknak és a nőknek. Igazából tényleg ez a 3-4 nagy terület van, ahol a férfiak inkább hazudnak, és 3-4 nagy terület, ahol inkább a nők nem mondanak igazat. A beszerzett dolgok a férfiaknál nagyon aranyosak, ezek szerint ez egy létező mondás, hogy ha majd meghalok, akkor nagyon izgulok, hogy a feleségem ne annyiért adja el a mit én horgáccucomat, mint amennyit mondtam neki. És akkor itt be lehet helyettesíteni. Jaj, drágábbat mondod? De... Igen. Nem, hogy te nem. Olcsóbbat mondasz. Ja, olcsóbbat és mondtad. Hogyha annyiért adja el, akkor igen, az akkor ele... rosszul jár. Igen. Miért egy hagyjuk filléres cuccot? Filléres cucc, igen, hol horgázott ilyen. Na jó, de ugyanúgy a csajok is elsütik nekünk ezt egy pulóvernél, ugye, ha vesznek valamit, vagy szoknya, vagy nem tudom. Na nézzük az SMS-eket, azt mindig azt mondom a páromnak, hogy imádom, hogy segítkezik nekem a konyhában, pedig agyvérzést tudok kapni attól, hogy minden egyes alkalommal átpakolja a konyhát. Nálunk ez már csak így megy. Szép napot, Niki. Mindig azt mondom, Szívike, még soha nem volt senkivel együtt ilyen jó az ágyban, de sajnos hazudok, mert halálosan szeretem. Timi Debrecenből. Ez milyen kemény. Ez milyen kemény. Hát, figyelj, és hogyha majd múlik egy kicsit a szerelem, átalakul szeretetté 10 év múlva, no, akkor mi de lesz? Hát akkor, de idővel csak csiszolódik technikailag. Az a baj, hogyha nem mondod meg neki, nem. Szóval, hogy itt hazudni az mondjuk a legrosszabb, van. Nem? Hát mert ott most azt nagyon jó volt. Igen, mert a srác most azt gondolja, hogy a világ legjobb. Igen. Uh-huh. Közben igen. Megmester. Mindig azt mondom, hogy nem unom a szexet vele 10 év után, pedig fejben már az anyja is megvolt. Jó karban van a mama? Még írt meg. Mama lehet, hogy még oda férős. Igen, igen. A férjem mindig azt mondja nekem, szeretem, amikor edzés után olyan feszes a popsid, ezzel akar rávenni a sportra. Ez jó. Ez jó, ez egyébként tényleg, érted? Igen, de drágám, 10 éve nem edzetem. Hát azért mondom, hogy te nagyon... Milyen szép volt, igen, milyen feszes. Én emlékeztem rá, hogy régen milyen feszes volt. Fakult már kicsit az élmény, de... Nem akarsz újra kicsit elmenni edzeni. Azt mondja, hogy mindig azt mondom neki, hogy csinos, pedig a testtömeg indexe szerint 245 cm magasnak kéne lennie. Ezt Zoli küldte.
Ez egy jó duma. Ez egy jó duma egyébként. A test megindexe szerint 245 cm magasnak kellene lennie. Azt mondja, hogy én mindig azt mondom, hogy tök olcsó volt, és kár lett volna otthagyni a boltban. Példának mondok egy másik üzletet, ahol persze háromszor drágább, természetesen nem igaz, de azt is hozzáfűzöm, hogy ennyi nekem jár. Ezt Timi küldte nekünk. Mindig azt mondom neki, semmi baj, szívem, előfordul ilyesmi, biztos a stressz, pedig átküldeném a gyerekszobába. Ez mire vonatkozik, Évi? Hát, hogy valamit gondolom elszúr apa, akkor anya ezt mondja, hogy semmi baj, drágám. Igen, de én arra gondoltam, hogy apa kicsit túl gyors, és akkor túl stresszes, és semmi baj, jó, előfordul az ilyen, biztos a stressz. Ne törődj vele, megint másfél perc volt, de mindegy. Menj át a gyerekszobába, ott van a te helyed, hagyjuk. Játsszál egy kicsit a gyerekkel, az jól megy neked. Én erre gondoltam, hogy ezt így olvastam. Legközelebb nekem is jó lesz. Igen. Ja, ráadásul. Ha ezt hozzáteszed, akkor bátor vagy. Én mondtam a nőmnek, hallod, jobb lenne picit fogyni kicsim, mert júniusban szeretnék üdülni veled kicsim. És jobban lennék egy sellővel, mint egy teknőssel. Hatalmas nagy üdülés lett belőle. Írja nekünk egy hallgató. Hát ebbe aztán keresem, de nem találom a tapintatot. Az érzékeny. És a kábé az, mint hogy azt mondanám neki, hogy hát ezek a 2XL-es tusztok is olyan jól állnak rajtad. Hello, Gábor vagyok. Én mindig azt mondom a barátomnak, hogy azt mondjam a kérdésedre, amit hallani akarsz, vagy az én véleményemre vagy kíváncsi. Néha mondja, hogy jó lesne neki, ha azt mondanám, amit hallani akar. Ez is milyen jó, nem? Ez csak sokszor azért kérdezik meg, hogy tényleg azt mondom, amit ők hallani akarnak, nem azért, hogy te elmondd a véleményedet. Én azt szoktam mondani. Anya, most azt szeretnéd hallani, amit én gondolok erről a dologról, vagy azt, amit te szeretnél. Mert a kettő ugyanaz. A nyaller! Szerintem ekkora ilyen papus nyaller vagy. Tja, úristen! Mindig azt hiszi, hogy olyanok a lábai, mint az őznek. Csak az a baj, hogy nem olyan kecses, hanem olyan szőrös. Olyan szőrös. Úristen. Igen. Balázs, mindig azt mondják, jó a műsor, pedig amikor nem vagy, jobb. Kegyes. Jó, de jó, köszönjük az SMS-eket. Igen, nagyon jó a műsor. Én nem szoktam hazudni. Norvi küldte nekünk, igen. Igen. Asszonyal mi is szoktunk egymásnak füllenteni. Ha csinálok valami ökörséget, akkor az asszony azt mondja, hogy utálak, én meg azt, hogy én is szeretlek. Puszi G. Aha. Ezt nem egészen tudom, hogy ez mire vonatkozik. Na, gyerekek, ilyen SMS-ek jöttek. Konyha, súly, edzés, kinézet, drága dolgok férfiaknál, vásárlás, hobbi és ügyetlenkedés. Ugye? Nagyjából ezek azok a pontok, ahol az ember kegyes hazugságokat végez, vagy kegyes hazugságokat mond a párjának. Figyelj, kerülni kell azokat a szituációkat, amikor ilyen kényelmetlen kérdéseket tesz fel neked. De hát, hogyha például mondjuk elmentek egy olyan iskolai rendezvényre, ahol több más olyan anyuka is megjelenik, akik egész jó karban vannak még, és hát nyilván na, arra mit ő se vak, akkor, és jön a kérdés, hogy de azért még tetszen neked? És tudod, hogy miért kérdeztem? Aha, meg? Hiszen ja, nézed a többi anyukát. Anyát! Hát, tapintatosan kell nézni. Tehát úgy kell nézni, hogy ne vegye észre. Igen. Mióta veled vagyok, azóta tetszenek a bajuszos nők. Igen, nekünk egy hallgató. Ne kérdezz meg, hogy mennyibe került, nem? Hazahoz valami. Felesleges. Ugye? Te indítod el a vitát, te generálod azzal, hogy rákérdezel. Így van, legyél őszinte. Nem tudom, mennyi volt, de nem értenek. Nem tudom, mennyi volt, de nagyon ronda. De nagyon ronda, és nem értem meg. Legnagyobb füllentés a vita végén, ne haragudj kicsim, tévedtem, neked van igazad. Júj, de okos. Júj, de okos. Milyen szép így abba hagyni egy vitát. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. És ez a tényleg hajolj le, nincs szög a derekadban, ez... És utáltam magam. És a gyerek is rám nézett. Megzavarodott, láttam, hogy ő se érti. És az, amikor utálod magad, és nem akarod azokat a mondatokat mondani, mert gyermekkorodban... Hátra kötötted a sarkát. De a gyereket azért nem mondtak, tehát azért nem a dédanyám neved, hogy hátra kötöm a sarkat, bár a nincs szög a derekadban se sokkal jobb duma. Hát, szerintem semmivel. Szóval tényleg nem jobb duma. Valami jókaiba olvastam. De nekem nem volt ilyen, amikor kimondod, és eszedbe jut, hogy úristen, tényleg mondjuk volt kettő, mi eszembe jut. Veled vagyok, Balázs, mit nekem mondtál? Is volt. Nem nekem tanulsz, hanem magadnak. Ja jó, hát ez igen, igen. De ezt mondod a Karinának? Ez kézzel kicsúszott a számon. Mikor nagyon nem akart, ott ült az... Karina, nem nekem tanulsz, hanem magad. Nem, ezt a Petinek mondja. Jézus, mondom. De tényleg így van, és úgy elszégyeltem magam, igen, hogy igen. Ezt hallgattam. És most én ugyanezt mondom neki. Jaj, tudom, a másik beugrott. Na. Tudom, mi volt, fürdetésnél volt, és a gyerek ugye most van a Noel, és egy picit úgy szereti, hogy levetköztetjük meg, nem tudom. És így mondta, hogy vegyem le a pulóverét, és azt tudtam mondani, hogy Benny,
nem leszek ott mindig, hogy levegyem a pulót. De szép! És ezt is tudom, hogy mondták nekem, tudod, azzal próbáltak önállóságra nevelni, és tudod, amikor így, na jó, gyere, ide. Le persze, hogy leveszed a pulóvert, segítesz neki kicsit levetkőzni, mert ő dupla most dupla hiba, jó dupla van, hiba dupla azonnal, hiba már újra hibázol, mert a gyerek látja, hogy gyenge vagy, tudod, azonnal elkövetsz még egyet. Igen. És ez a nem, és így rájössz, úristen. Ennél már csak a kenyeremet eszed, na akkor biztos, hogy kiugrom az ablakon, és beleszaladok mesztelenül az önkormányzat épületébe, hogy megtaláljanak engem. Mondjuk elég jobb csak az lett volna, hogyha Noelnek mondod ezt. Noel, nem leszek mindig ott veled, hogy kicseréljem a pelenkádat. Na sá, vetkőzz már le egyszer egyedül az esti fürdetésnél. De hogy ez annyira rossz, igen, és ezeket egyszerűen nem tudod kikerülni, de rájössz, hogy mégiscsak ezek a nem tudod máshogy megfogalmazni, hogy hajoljon már le, hát tényleg nincs szög a derekába, hogy ne én szedjem fel a gyurmát utána, és rájöttem, hogy úristen, én vén trojt lettem, hogy neked, ezt mondogatom a gyereknek. Neked segítettek ezek a mondatok, Andó, megcsináltad? De hogy segítettem, gyűlöltem. Hát akkor az... minek mondod a gyereknek? Gyűlöltem mindig, és mindig ellene mentem, és már csak azért se hajoltam le. De most az jön. Hát ezt rakták beléd, nem? Tudatalattiból visszajön szerintem, mert én mikor mondtam ilyen mondatot, én is, hogy nem nekem tanulsz, miért kell hogy ilyet mondani? Hogy utáltad gyerekkorodban, nem? Hát mit álltam, miért mondom? Igen, és kimondod, és gyűlöld magad, igen, nem? Igen, abszolút így van, tényleg. Ilyen szerencsések vagytok, nálunk csak ilyen volt, ne játsz a disznóhólyaggal, édes gyerek, de most már ezt nem tudom mondani. Jó, a somának. Persze, mert ti most már azért beköltöztetek egy normális lakásba, hagyjuk, hogy ugye... Már nem normális, mert fölfűtöttük a parkettát, de... De most már nem tudod, hogy... Jó, hát eltüzeltétek, na. Isten, nem tudod mondani a gyereknek, hogy engedd el a szamár farkát, mert megrúg. Tehát ezt azért te nem tudod mondani. Utána kötlek a cocának. Hát ilyen nem ma, hova? Azt rám nézesz, hogy a fater hova kötsz? Milyen cocának? Nincs. A gyerek körberők, tehát te mielőtt mondanád, azért eszedbe jut, hogy nincs szamár a panellakásban, vagy a társasházban nem panellakásban laktok. Tehát nincs disznóhólyag, tehát te könnyű helyzetben vagy, de nekem ugyanúgy... Lejátsz a disznóhólyag a Feri, apa, te pedig húzd fel a nadrágodat. Ja, a gyerekek, szörnyű, és mindig rájön az ember, hogy úristen, úristen, ugyanolyan házsártos szülő, ugyanolyan hülye mondatokat ismétlő szülő leszel, mint amilyen egyébként, amit te gondoltál a saját szüleidről. És mikor... ugyanezt gondolja rólad is a gyereked, már most csak mondom, hogy házsártos vagy, hogy mondod a ízek a hülye mondatokat. Én megfogadtam, hogy nem mondom. Én nem mondom többet, hogyha nincs szög a derekadba. Én inkább lehajolok, összeszedem, én inkább megsem. Én ezt nem mondom többet. Én is ugyanezt gondolom, hogy nem, tehát figyelek magamra, hogy nehogy kimondjam ugyanezt a mondatot, de hát akkor lesz más, akkor más fogsz mondani. És akkor azt fog visszaköszönni, vagy csak te figyelj meg. Te akkor majd aktualizálod, hogy ezt nem... Mit gondolsz, ezt magamnak építettem? Ugye, ezt szeretjük. És észreveszed, hogy jönnek. Mit gondolsz, magam miatt vettem fel frank hitelt? és jön egy rendrakásnál, jön egy esti fürdetésnél, és csak így sorra egymás után így mondod, és rájössz, ezt is hallottad, ezt is neked mondták. És írogatod be magadnak a fekete pontot, de nem tudod jobban megfogalmazni, nem? Rakást, az esti lefekvést, a nem akar aludni, hatszor kijön a szobájából, még egy kicsit inni akar, ugye? Nem én leszek fáradt reggel. Érted? Ez a... Nem én leszek fáradt reggel. Így van. Aki éjszaka úr, legyen nappal is. Ezek a tudod. Igen. Majd eljön az idő, amikor erre a nem én leszek fáradt reggelre visszaszólt, de te is, mert nem alszol, te se. Hogy lehet ezt megakadályozni? Mi ebből, aki kitalálsz újat? Hát szerintem nem vagy beljebb azzal se, hogyha újat találsz ki. Tehát igen, kornak megfelelő találsz ki, az ugyanúgy rossz lesz egy idő után. Ugyanúgy, nem? Hát igen. Tehát valahogy csak rendbe kell ezeket a dolgokat tenni. Hát nem lehet elmenni szó nélkül mellette. Hogy igen. Hát szög van a derekába? Hát nem. Hát le tud hajolni? Nem. Hát akkor hát valahogy csak oda kell tenni neki. Ezt így mélyen belénk ültették gyerekkorban, és ezt így egyszer csak az adott pillanatban így feltör? B oldalon mikor vagy, akkor feltör. De nem vagyok a B oldalon. Azért, mert ti már erősen karcoljátok a B oldalt, és abból is elment már azért egy nagyobb rész. Honnan én 38 évesen hol lennék még a B oldalon, gyerekek? A B oldal 40 fölött. 40 fölött van B oldal. Figyelj, ha fiatalnak érzed magad, meg frissnek, meg gyereknek érzed magad, érted? Én bele még mindig úgy érzetnek meg otthon egy tálét, hogy Móni azt mondja, hogy na, csak annyit, hány éves vagy. Érte? És 30-nál mindig elfogy az a rohadt. Atya Isten, nagyon drága hallgatók, próbáljuk ezeket modernizálni, jó? Tehát nézzük meg, hogy ti, mint fiatalos szülők,
akik egyidősek vagytok velem, nem az itt ülőkkel nyilván, hanem fiatalabbak vagytok. Mit mondasz a gyereknek? Hogy modernizálod ezeket a berögzött mondatokat, amiket tényleg nem akarsz ismételni a saját gyerekednek, mert gyűlölöd te is őket, és kicsit magadat utálod, hogy kimondod. És haragszol magadra, hogy nem akarod ezzel a hülyességgel a gyerekedet etetni. Meg kell tanulni a Pitagórasz tételt, nincs mindenütt 3G, hogy rákeressél a neten. Na ez jó, de ez legalább jó. Nem lesz ott mindig az iPhone-od, kisfiam. Ugye? Ez hát, az, de jó. Na. Ugyanúgy fogod utálni ezt. De legalább úgy. De legalább úgy. Nézd Ákost, hogy vissza a szavaidat? Hát már Ákos mit is? Ákos, hol vagy, hol az vagy Ákos. Még? Hát készül, hogy? Látom a szemébe. Ákos, neked jó, igen. Itt ugye azon dolgokról beszélgettünk szülőként, amit az ember elkerülhetetlenül mond a saját gyerekének, hát ez nap mint nap szerintem hallgatóink százai döbbennek rá, hogy úristen, Megi, ez hagyta el a számat tényleg? Hát ilyen szülő vagyok én, hogy kimertem ezt mondani a saját gyerekének, azt a mondatot, amit gyűlöltem és utáltam gyerekként, és tegnap ugye elmeséltem egy történetet, illetve a tegnapról elmeséltem egy történetet, hogy morzsa porszívózás közben, miközben a gyerek nagyon flegmán húzogatta a morzsa porszívót, mit tudtam mondani a gyereknek, aki fölnézett, körbe röhögött, majd ugyanolyan flegmán húzogatta tovább a morzsa porszívót, és nem volt képes lehajolni. Idézzük és eldurrant az agyam, hogy miért nem tud a gyerek a gyurmáért lehajolni, amit ráadásul ő szórt szét. És azt tudtam neki mondani, hogy nincs szög a derekadban. Ha ráadásul így is mondtad, akkor... Nincs szög a derekadban. És abban a pillanatban akartam leönteni magam egy liter benzinnel, és kiszaladni mesztelenül, és megmutatni ott a kis községnek, ahol én lakom, hogy hogy égek el mesztelenül. De tényleg nézze meg az egész falu, nézze meg az egész város, mert megérdemelném. Pedig lehetél volna mondjuk modernebb is, vagy mondjuk szakszerű például, amit Csőgörény ír nekünk, nagy, hogy sziasztok, hajolj le, nincs még diszkusz herniád az L4-5-ben, majd 30 éves korodban műterek, miután kiszakadt a durazsákot. Igen, lehetett volna ilyet. Hát igen. Azért a gyerek erre néz mindenki neki. A képesítésének megfelelően, igen, a L4-5. Igen, és arról beszélgetünk, hogy hogy lehetne ezeket a szörnyű, a szüleink által mondogatott szólásmondásokat, nem is tudom, mondatokat, hangoztatott elveket valahogy modernizálni. És én a hallgatók egyébként nagyon szellemeseket, azzal játszom, ami veled egyidés. Ugye ezt is mondták régen, de anya, azon nem fut már az XY alkalmazás. Ugye? Tehát még egy Commodore 64-jel már nem tudok játszani, ami velem egyidés. Apám reggelente mindig azzal keltett, hogy én ennyi idősen már a TS-be mentem szántani, és olyankor hajnali kettőkor kellett kelnem. Jelzem, hogy voltam vagy 10 éves lány vagyok. Betty küldte nekünk. Aztán egy modernizált dolog, amit régen nem hallottunk, más verzióban azonban igen. Mit gondolsz, fiam, nekem a Matolcsi gyártja a 20 000-eseket, ugye? Ezt régen hogy hallottad? Úgy hallottad, hogy én a szőnyeg alatt nyomom a pénzt, ugye? Volt ilyen. Mit gondolsz? A szőnyeg alatt nyomjuk apáddal? Emlékeztek el? Nálunk csak az volt, hogy lopom én a pénzt. Vagy lopom én a pénzt, igen. A Matolcsi ez jó, csak mindig aktualizálni kell. Igen, mindig változtatni kell, igen. Elveszem a telefon töltődet, lemondom a mobilnetet. Na ez jó. Sőt, a kábeltévét is lemondom hétfőn, a tévét sem kapcsolhatod be, ezt Ági küldte nekünk, modernizálva egy régi szülémondást, igen. Motiváció a lányomnak. Nem kell tanulni, a McDonald's-ban mindig keresnek mosogatót. Ugye? Csaba üzente ezt nekünk. A legjobban utáltam, és már én is mondom a lányomnak, a szorzótáblát, ha álmodból felkeltenek is, tudnod kell. Utálta mindig, sziasztok, írja egy hallgató. Attól még nem vagy királylány, hogy kinyílik előtted a Tesco ajtó. Peti üzente ezt nekünk. Ez modern, ez jó. Anyám mindig azt mondta, fiam, neked hamarabb lesz gyereked, mint diplomád. És egyébként tényleg így lett. Ez Ben küldte nekünk. Nincs értelme modernizálni a szülői beszólásokat, semmivel sem leszünk kevésbé hülyék, mint a szüleink. Szép meglátás, egyébként igen. Aztán valaki mégis modernizált egyet, amíg az én pizzámat eszed, azt csinálod, amit én mondom. Ez amíg az én kenyerem, amíg én rendelem a pizzát, igen. Addig. Gyönyörű, valaki ezt mondogatja a saját gyerekének. Kislányom, pont olyan hülye vagy, mint az anyád. Kicsit bátor, kicsit szemtelen, de jó, főleg, ha gyerekanya nem hallja. Nem feltétlen értünk vele egyet, nem túl jó, mint a gyereknek, de bátor. Picit szegény anyukba is belerúg egyet, semmi köze az egész sztorihoz, de azért ő is kapjon már valamit. A családban van tisztelet, nem pont olyan hülye vagy, mint az anyád. Tehát ott úgy látod, hogy úgy becsülik egymást a szülők, szeretik egymást, jár a nőnek megfelelő tisztelet. Igen, nagyon szép. Az élet nem Happy Meal menű, kisfiam. Oh. Ez jó. Na, ez igen. Ugye milyen szép? Igen. Okay, hogyan modernizáljuk? Az élet nem Happy Meal menű, édesfiam. Nagyon szép, igen. Majd, ha te teszed a vappert az asztalra.
De tényleg így van. Muszáj ezeket modernizálni, nem mondhatjuk ugyanazt. Nekem is kell valami újat találni, hát szög van a derekadban. Hát ez uncsi, maradi. Szégyellem magam, hogy ki tudtam mondani, tényleg, igen. Szedd fel azt a gyurmát, a laptopod is hajlik a közepén. Jézé küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán van, aki humánusabb megoldásokban hisz, azt mondja, hogy de ügyesek ezek a legók, hogy egyedül beugrálnak a dobozba, azért segíts nekik. Persze, ez egy átdolgozott nap után, majd délután 5-kor még ezt mondom a gyereknek, nem? Mikor szétszedi az 1000 darabos legót, hogy jaj, de ügyesek ezek a legó szemek, maguktól ugrálnak be. Főleg úgy, hogy előtte beleléptél. Azért erre a gyerek hangosan fölröhögne. Beleléptél, üvöltesz, nyilván majd. Jaj, hát a kis legókockák ugorjanak be a dobozunkba. Ez a baj, hogy nekem le volt legó, mi építkeztünk, akkor apám legfélebb azt mondta volna, hogy nézd már ez a shit halom, egyedül talicskázza be magát a konténerbe. Igen. Addig nem állsz fel, amíg meg nem etted. Nagyon szép. Nagyon szép. Nagymamám viccelődött apával, szültem volna inkább sámlit, arra legalább leülettem volna. De szép, egyébként nem modernizálva, de szép, igen. A végső érv, az apád vagyok, úgyhogy megcsinálod, ezt utáltam, de már mondtam én is. Ismerős egyébként, igen. Hát gyerekek, sikerült egyet-kettőt modernizálni, de még azért nem vagyunk kint. De jó lesz, nem lesz jobb, ha modernül mondod, hidd el. Szerintem maradj a hagyományoknál, ez a szöges, ez jó, még kettőt passzincs mellé. És lökjed. Vagy próbáld meg visszaadni. Addig nem állsz föl innen, amíg ezt meg nem eszed, mama. Már nem is tudom. De add vissza. Ez is jó egyébként. Hallott? Ez is nem? Jó. Mondd újra az anyádnak, hogy amíg az én kenyeremet eszed. Igen. Szerinted lopom én a pénzt? Na jó, de nem mindet. Igen. De gyönyörű. Szerinted az összes pénzemet lopom? Igen, apa, igen. Na jó, de nem az összeset. Na, indulj a szobádba. Jó van, hát drága szülők, ez engem mindig megnyugtat tényleg, amikor felvetek egy ilyen dolgot, és látom, hogy a többi szülő hasonló cipőben jár. Azért ez mindig megnyugtat, hogy nem csak én mondom ezeket a mondatokat, nem vagyok ettől rossz szülő. Igen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Na, egy nagyon érdekes hírt talált az egyik hírportál, méghozzá egy apró kicsi községről szól ez a hír, és azt mondja, hogy bár a közbiztonság az egyre rosszabb, ugye Magyarországon, vagy hát sokan mondják, hogy egyre rosszabb nyilván, sokan cáfolják azt a dolgot, mégis van egy olyan hely, ahol nemhogy romlik a közbiztonság és szaporodnak a bűnesetek, bármennyire is így érzik ugye Magyarországon, ez a település, ez távol él ezen vidékektől, mert hogy az egészet bekamerázták az ott lakók. Nagyon érdekes a dolog. A polgármester elmondta, hogy 2006 körül megszűnt a közeli településen működő rendőrös, ezért ők és a lakók létrehoztak egy 20 kamerás rendszert, hogy bebiztosítsák magukat. A kamerák tárolják a felvett képet, nem nézi senki a monitorokat, ha valami baj van, elő lehet venni a felvételt, nem volt biciklilopás, nem történik semmi a faluban, az autókat nem zárják, a lakásokat nem zárják, a gyerekek kint játszanak a kertben, lebontották szinte az összes kerítést, és olyan, írja ez az internetes portál, mintha egy másik világba csöppennél, amikor elmész, vagy ellátogatsz erre a településre. Nyitott ajtók, kerítés nélküli házak. Mint tehát, a paradicsom. Tehát mintha tényleg... Az emberek mesztelenül járkálnak körülöttük, állatok, mindenki békességben, boldogságban. Igen, emberek a szomszédban, úgyhogy nincs bezárva a lakásuk, és hát ez most azért érdekes, hogy ők ezt így megszellőztetik, mert holnap ezen a helyiségben, vagy ebben a településben 45 betörés lesz azonnal. Tehát ez megmutatjuk nagy... nektek, hogy mégis lehet. Igen. Átlagpolgár is tud ide telepíteni kamerát? Tehát te mind... Átlagpolgárok telepítették, aha, a lakók fölírják az áthaladó autók rendszámát, te megjelensz, téged nem ismernek, kinták izinéni, azon írja a rendszámodat, füstriadót adnak, tüzeket gyújtanak, nagyon nyilván nem... Aha. De hogy... Az idegeneket a település határával elégetik. Igen, de szenzációs a dolog, hogy van egy ilyen település. Kőrös tetétlen. Aha. Nagyon ez a neve. Jó. Kőrös nagyon tetétlen. Jó. Itt nem lehet, hogy akkor kezdték el telepíteni a kamerákat, amikor már mindent elloptak. Volt egy előélet. És most már gyakorlatilag nincs mit elvinni. Van egy körzeti megbízott, ha te besétálsz ebbe a faluba, kiszúrnak a helybeliek, hogy te idegen vagy, és jelentik a körzeti megbízottnak. Terike, ki az ott? Vagy pedig a polgármester. Halott, Terike, az ki az? Szúrjuk ki a balszerét. Az unokát, nem? Gyere, Marika, szúrjuk ki a balszerét, itt van a villás. Villás kulcsa, állítsuk a hátába. De hogy én ezt nagyon szeretem, ez egy nagyon-nagyon helyes kis történet. Ez egy pici falu egyébként. És mindenki
jelent, mindenki figyel, mindenki résen van, nincs betörés, nincs bringalopás, nincs semmi. Csak biztonság. Honnan a frasból van ennyi terabájtjuk, amire rögzítenek? Ez egy jó kérdés egyébként. Az időseknek is nagyon tetszik ez a dolog, a fiatalok is nagyon szeretik, és azt mondják, hogy végre egy hely, ahol biztonságban élhetnek. A nap bármely szakaszában ki lehet engedni a gyerekeket az utcára, nem kell félni. Nincs egyszerűen veszély, ami leselkedne rájuk. És mindenkinek megadta a helyi rendőr a saját telefonszámát? Tehát minden egyes lakos tudja például az ő mobil számát? A körzet megbízott? A kör, aha. Hát mert kicsi a falu, csak átkiabálnak neki. Ja. Azért nem tudom, hogy akarnék egy ilyen faluban lakni. Tehát minden így elolvasva, ez így nagyon jó. De amikor tényleg beszél egy színes tévét, és a falu arról beszél, és mindenki súg, és mindenki mond, és mindenki tud mindent, nem tudom, hogy akarnék-e így élni. Nem beszélnek, hát ott vannak a nappaliban veled együtt, és nézik a tévét. Hát, mit beszélnek róla? Hát együtt tévéztek. De ezt hogy kell elképzelni? Tényleg áll a Mari néni a köröstetétlen tábla mellett. Ő leadja Juli néninek a drótot, aki áll 10 méterre a táblától. Juli néni szalad Ica nénihez, Ica néni hívja a polgármester. Meglengott egy spárgát, és a spárga másik vég, ami 200 méterre van egy portán belül, hogy a kanalak meg fedők így elkezdenek így, mint a Lea cipővel. És különböző jelek vannak? Tehát van az idegen a faluban, az autó a faluban, a támadók a faluban, félreverik a harangot egyszer, négyféleképpen verik félre, hatszor a harangot. Tehát különböző jelek vannak, hogy Marika néni bejelez a táblánál? Ha tehénbőgést utánoz Marika néni, akkor az azt jelenti... Jaj, a derekam! Jaj, a derekam! Jaj, a derekam! Hárman vannak. Marika, hallgass már el! Marika, hallgass már el! Mondja egy új lakó, de ez a kódrendszer, te barom, nem érted? Ez a kódrendszer. Igen, tehát Marika néni háromszor elmondja, hogy jaj, a derekam, az azt jelenti, hogy bejött három idegen a faluba. Kocsival jöttek. Marika! Két kocsi. Két kocsival jöttek. Igyál egy neocitrán, Marika. Hülye vagy, kocsi jöttek, barom. Nem veszed a jeleket? Robitus, menj már. Ja, nagyon. Az elmúlt pár évben egyetlen egy bicikli lopás volt, gyerekek. Egy bicikli lopás. Az is falun belül, gondolom. Azt az embert azóta már megkövezték, elégették, és a falu szélénél... Nem, ott szárad még azóta is egy fál. Igen, kalodába van rakva 3 éve, és ott ül a falu főterén, a kisbíró minden nap kihirdeti, hogy még mindig nem engedik szabadon. Megnéztem neked az eladó köröstetétleni ingatlanokat, kérlek szépen. Azért lenne mulatság, beköltöznék oda. Szerintem, igen. Megállna a faluban az élet egy pillanatra. De nem is ez a fontos, hanem hogy ők tényleg büszkék arra, és minden hirdetés így kezdődik, hogy csendes, nyugodt, biztonságos település. Sokat számít. Ez sokat számít. A ház. Igen. Mondja egy lakó, hogy a kaput úgy zárja be, hogy magától is, nehogy magától is kinyíljon, de mindig benne van a kulcs. Hát mutass nekem még egy ilyen helyen települést, ahol ezt te megmered csinálni. Ezt Magdi néni mondta. Egy nyugdíjas asszony, 1972 óta a településen lakik, nem félnek. Na most mondom, azon hallgatóinak, akik rosszban sántikálnak, hogy most azért, mert beszéltünk róla, hagyják ezt a falut végig. Nem kell rá menni. Nem kell most oda menni, és azonnal megnézni, hogy mit lehet onnan ellopni, de tényleg. Tehát, hogy hagyjuk. Ne menjenek oda, úgyse fognak túljutni a 3,5 méter magas falon, amit őrtornyokkal őriznek. És Marika néni fogsorán. Lerágja a grumit a trabantról. Igen, veszélyesebb, mint bármelyik őrzővédő. Na, köröstetétlen polgármestere, Pásztor Imre itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, polgármester úr! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát, ilyen biztonságos ez a település, polgármester úr. Abszolút. Mi a titok? Hát az a titok, hogy összefogott a lakosság, még Mari néni is. Na, a nagyon is. Hogy például, hogy autó kétszer elmegy az utcába oda-vissza, annak a rendszáma már fel van írva. Ne, úgyhogy... tényleg? Tehát oda megyek véletlenül, rossz helyen, amikor megfordulok, azonnal fent vagyok a fekete listán? Felírnak? Igen, teljesen fent van, úgyhogy rögtön jelentik a körzeti megbízottnak, ha az nincs a területen, akkor meg nekem telefonálnak, és akkor kimegyünk megnézni, hogy tényleg idegen ez az autó. A harmadik áthaladásnál meg már kap egy molotov koktélt a motorász. 8-as vagy 6-os, nem tudom, már fél szememre nem látok. 6-os szerintem. Igen, mondja Marika néni. És mit csinált? Kimész, és akkor igazoltatjátok? Igen, akkor megpróbálunk nekik segíteni, és megkérdezzük azt, hogy jó irányba mennek-e. Most már nem. És megmutatjátok, hogy az a jó irány. Arra felé. Igen. És akkor útba igazítjuk, hogyha keresnek valakit. Ha meg idegen, mondjuk árus, vagy egy hasonló, vagy mondjuk akkumulátort gyűjtenek, akkor megkérjük, hogy ezen a településen ezt ne tegyék, és
bármelyik településre mehetnek, csak körös-tetétlenül nem lehet ezt csinálni. És nem féltek attól, hogy most ugye ez megjelent lapokban, mi is foglalkozunk vele, holnap eltűnik 4 bringa, betörnek Marinénihez, és ellepnek benneteket a bűnözők? Hát ez egy felhívás keringőre, hogy nyitva vannak az ajtók, a gyerekek szabadon játszanak, hát ez, igen, ez veszélyes. Ilyen veszélyes reklám, én tegnap volt eszembe, hogy a TV interjú is lement, hogy innentől kezdve felhívtuk magunkra a figyelmet, hogy innen szabad a pálya, lehet jönni, és akkor lehet vinni minden, de azért a 20 kamera az visszatartó erő, mert az folyamatosan üzemelés. És a helyieken nincs is gond, mert tényleg a lakosság összetétele olyan, hogy itt egymásét nem bántják, mert mindenki, ami megdolgozott, az a sajátja, de az idegeneket szeretnénk távol tartani, aki mondjuk rossz szándékkal érkezik körös-tetétlenre. Az azt jelenti, hogy megkettőztétek az őrséget, Marika néni mellett most Ilona néni is ott áll a körös-tetétlen táblánál, és a másik oldalon is védik a települést. Ez jó? Igen. Divat az, hogy ülnek innap adon, és akkor beszélgetnek, és közben meg ilyen őrszemet játszanak, és figyelik. Tehát épített nénik, akik ülnek kint, és úgy tűnik, mint a pletykálkodnának, egyébként őrszemekként funkcionál. Így van, és ebben mindenkinek ott a távcső, és figyel. Amikor az ember behajt hozzátok a faluba kautóval, akkor talál ilyen figyelmeztető táblákat? Hogy... Igen, minden. Ez csak a főutakon van kint, úgyhogy a mellékutcákban nincsen kamera, csak a főutakon van. 5 főút találkozásában van körös-tetétlen, és minden beérkezőnél ki van téve, hogy térfigyelő rendszerrel védett terület, úgyhogy úgy mozogjon, hogy itt folyamatos felvétel. Hát de azért ennél többről van szó, mint a térfigyelő rendszer. Ha te mindenkinek megadtad a telefonszámod, aki a faluban lakik, mindenki tudja a rendszert. Hát ez egy nagy logisztika volt annak idején. Tehát ez hogy összetrombitáltad a falut, és azt mondtad, hogy itt a számom, kedves lakosok, hívjanak, ha valami gyanús. Hát ez úgy van, hogy 17 éve vagyok a polgármester körös-tetétlen, az alatt már mindenki megismerhette a telefonszámot, és hozzá is szoktattuk, mert ez végig mindenki érdeke. Az én érdekem is, meg az övék is, hogy itt rendbiztonság legyen. Volt itt 2006-ban a szomszéd településen egy rendőrös, megszűnt, mert mindenki elment nyugdíjba a rendőrök közül, és akkor úgy volt, hogy valamit ki kéne találnunk, hogy a bűnözés nehogy söpörje körös-tetétlent, és akkor volt az, hogy na, falu apraja nagyja összeült, és akkor eldöntöttük, hogy bekamerázzuk a települést. Mikor történt az utolsó lopás? Egyetem volt ilyen? Nem emlékszem? Volt ilyen, egy pár évvel ezelőtt volt. Egy kerékpárt loptak el hajnal 00:30-kor. Egy szomszéd településről jött egy úriember gyalog, és megunta. Ő még nem sejtette, hova megy. Ő még nem tudta, hogy... Úgyhogy megunta azt, hogy sokat gyalogolt, és a szomszéd következő szomszéd településre szeretett volna eljutni, és így egy kerékpárt eltulajdonított. Amit 2 nap múlva meg is lett, mert a KMB is megnézte az időpontot, megnézte azt, hogy merre ment ki a településről, és a szomszéd település körzeti megbízottjával fővette a kapcsolatot, leadta a személyre írást a kerékpárról, és 2 napon belül vissza is hozták. Azt hittük, hogy a Röphújpában Népdalkörnek a tagjai jöttek éppen kifelé a műfázból, és meglincselték. Igen. Vagy Marika egy hátsó torokfogással utána ugrott, és egy pár ducukrással letépte a bringáról, igen. Hát nem volt még olyan, hogy egy idős hölgy magát egyébként településbelének álcázva, állnéve repülős Gizinek hívjuk őt, megjelent, ólálkodott a falu környékén, megpróbált betörni, hát ő ugye most itt még mindig aktíva, hogy ezt halljuk, nem járt nálatok? Nem, mert a repülőjárat erre felé nincs, igen. És akkor így nehéz megközelíteni körös-tetétlent, úgyhogy inkább csak a most külföldre utazott. Igen, ő külföldön tevékenykedik, de ha most hal minket, akkor szerintem már felírta, hogy mit mondott a Balázs. Meg ő is idősebb. Hát ugye... Mi van, ha beépül? Leülöd a valaki mellé az egyik padra, és elkezdenek beszélgetni. És az mit szó? Hát te meg ki vagy? Nehéz lesz megkülönböztetni. Igen, úgy azért nehéz lenne. Nehéz lesz, mert nyugdíjas ő is már, és akkor elvegyül a többi nyugdíjas között. Félreveritek a harangot, ha történik valami nagyon szörnyű dolog? Van ilyen? Nem, mert még nem kellett félreverni, van harangunk, úgyhogy, de még ebben nem volt szükség ahhoz, hogy ilyen nagy események nem történnek. Azért mondom, ez a kerékpárlopás is, ez ilyen... Ez volt a legnagyobb. Fölverte a portafaluba, mert nem voltak hozzászokva, hogy ilyen megtörténhet, és utána akkor megnyugodtak idézőjelbe, hogy oké, nem helyi volt, hanem... Hát legalább van miről mesélni, morzsolás közben téle. Igen. Mondjuk azért évekkel ezelőtt elloptak egy kerékbárt, és felverte a falu életét, azért komoly életetek van, tehát itt valaki áthajt autóval, 2 szívinfarktus kapnak, ahogy hallom. Tehát azért máshol ellopnak egy kerékbárt, tehát senkinek az inger küzöbét... Négysebességes volt, favorit változ. Te, hogy favorit volt, svincsepe!
Ez nagyon, nagyon és egyszer hány nénike ül kint? Tehát így körülbelül hányan vannak hát az élő őrszemek? Utcánként egy-két idős néni meg férfi az kint ül, úgyhogy sokszor van az, hogy én is elmegyek, akkor megkérdezik, hogy hova megyek. Mert te is gyanús vagy. Nagyon jó. Hány hova megy a polgármester? Kérdezd meg csak, Marikám, hova megy polgármester úr? Hova megy, és akkor már hallottam olyat, mert az én szomszédomba is mindig kint ültek, hogy utána valaki keresett, és akkor mondja, hogy 10 perce ment el a polgármester úr. Na mondom, ez még azt hiányzik, hogy utána... Nem tudna. És a kertek alatt kell slisszolni még neked, és nagyon nagy. El kell bujkálni, hogy folyamatosan le tudják, hogy merre megy az ember. Beosztás van a nénik között? Tehát, hogy ki hánytól ül kint? Nincs, mert általában mindenki ugyanabban az időben egész nap kint van. Ha jó idő van, és akkor ezzel megvan oldva az utcabeli gondok. És olyan van esetleg, hogy egymásról is jelentenek, hogy mondja neked Marika néni, hogy jaj, Józsi mindig kimegy a pajtába fél nyolckor, az olyan hangot ad a szamáról, nagyon fura. Ilyen jelentés 10 percet van, csak ott, az a szegény állat, én nem tudom mit csinálni. Ilyen nincsen? Tehát, hogy egymásról is azért finoman informálnak téged? Persze, az ilyen kis településen megy a pletyka, hogy ki kivel aha, van. Aha, azért egymásról is, nagyon annak idején, amikor kamerákat felszereltük, arra direkt vigyáztunk, hogy magánterületet ne nézzen, csak közterületet, mert mondjuk hajna négykor valaki kiugrik az ablakon, akkor is igen, hát azért az csúnya. Igen, vagy álkidmesztelül az erkélyen kizáró 3-4 órát, igen. De ez nagyon jó helyes történet ez. Hát ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretjük egyébként. És kint ülnek és nyomják a faldomát. Hát ezt a pistát nem engedték még az a muszkák, a málenkíromat, írja csak KFC 08. Nagyon jó. Nagyon jó. Na jó, és akkor van ilyen, hogy hónap őrszeme, meg ilyeneket választottok? Igen, de ötletnek nagyon jó. Szerintem lehet, de a legtöbb információ, tehát a hónap őrszeme, tehát ilyeneket választottok, hát ez nagyon jó. Tényleg ezt meg beépítjük, mert aki mondjuk 2-3 autóval többet ír föl, mint a másik, akkor azt valamivel díjazni kellene, hogy... Jönnek közben SMS-ek, ez igaz, hogy egyszer régebben a pap elvitte a hívők pénzét nálatok pár éve? Ez egy igaz sztori? Ez biztos, hogy nem, mert nekünk ez... Nem figyeljük! Ez jön, nem 2007 tudom. Óta van templomunk, azelőtt nem volt soha, akkor építettünk, úgyhogy ez nem lehet egy biztos valószínűleg egy régi történet, mert nekünk egy ilyen... 7 éves templomunk van, úgyhogy nálunk biztos nem történhetett. Ott fut az atya, ott fut, kapjátok-e? Marika, vetődj! Nagyon helyes, valaki leszedi nyillal, tényleg bokán lövi. Igen, vagy egy sarabolóval kilép a kapu, és... Na jó, hát rukkolunk, hogy ez így maradjon, egy nagyon helyes kis történet. Köszönjük egyébként. Szépen, úgyhogy vigyázzunk is rá, vigyázzunk folyamatosan. Ha arra járunk, benézünk, csak ne szúrjátok ki a kereket. Nem szabad visszafordulni. Aha. Visszafordulni nem lehet, csak direktbe lehet menni. Az már gyanús. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Pásztor Imre, körösszetetlen polgármesterének. Köszönjük szépen. Nagyon helyesek. Nagyon. Hello, szép napot. Ha úgy lehet, ez bekerül. Megjelent Balázs a Verdával. Milyen autó? Még ilyet nem láttam. Nem tudom, aranyom, nem tudom. A biztonság kedvé szúrt ki a kerekét. Nem menjen innen ez a perna, hajde. Itt a tégla nyombász élvét. Meginné. Marika, már 8-at kiszúrtam a hét. Hagyjál már békén. Jaj, nagyon helyesek egyébként, de nem? Tényleg mindenhol így kellene, hogy működjön a dolog, nem? Hogy nagyon. Összefognak térfigyelőrendszer, senki nem mer lopni, senki nem mer semmit csinálni. Hát és képzétek el, hogy a falu főterére beszorulott a tolva, és akkor így minden irányból jönnek botokkal, járókeretekkel. Kifejezéstele tekintett, tudod, igen, mire számíthatsz. Gondold el, agyonverk egy 80 éves egy furkos bottal. Azért húz maga után egy kerebi. Közben egyengeti a murvát. Igen, helyesek. Na, egyszer arra járunk, átmegyünk. Jó, de csak ésszel. Csak ésszel, és csak egyszer, igen. Azt nem mondtál, hogy mi van, ha harmadszor is arra vész, ugye ezzel az autóval. Lemegyek oda farolgatni, megnézem. Tényleg. Ne játssz az ifetettel, két gyereked van. Igen. Farolok párat arra. Menjél be kvaddal, és ilyen nagyon kihívóan pörögjél. Szerintem Marika néni hátról egy bukós botol annyira leszedne egy pillanat alatt, hogy észre se venni, hogy négyen rámvetnék magukat, igen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, ez történt a Morning Show-ban. Az HBO több éven keresztül forgatta dokumentumfilmjét egy New Yorki milliárdosról. A történet egyébként tényleg megdöbbentő, filmszerű, de ez a való életben történt. És 30 éven keresztül
gyanúsították meg a pasit azzal, hogy ő megölte a feleségét, több tanúvallomás is született, de soha nem tudták egyértelműen rábizonyítani. Több gyilkosságba is belekeveredett, a feleségét azonban ugye hát egyértelműen a rendőrök szerint ő tette el lábalól, mégsem tudták rábizonyítani. Azt mondta az HBO, érdekel a pacák, forgassunk róla egy dokumentumfilmet. Elkezdték forgatni több éven keresztül, majd rajta hagytak egy mikroportot. És a pacák, ez a 70 éves milliárdos, bement a budiba. Döbbenetes a sztori egyébként, hogy ott pontosan mit mondott, azt nem tudom, minden esetre a vizelés közben, ezt úgy utálom ezt a szót, mondjuk pisilés, pisilés, nem? Az egy szép szó. Ne, a brunyálás. Az meg már a másik véglet. Pisilés közben, brunyálás közben, elszólta magát, hogy bizony ő ölte meg a feleségét. Döbbenetes. És ez megtört. Na most ugye, hogy történhetett a dolog? Egyrészt kivel mész? Mit mondasz? Nekem megvan a mondat, ne olvassátok el, kíváncsi vagyok, hogy mire asszociáltok, hogy mit mondhatott a Pali. Az HBO megmutatta a rendőrségnek, egy hangtechnikus fogta a fülesét, azt, hogy jól hallottam, megmutatta a rendezőnek, rendező szólt a rendőrségnek, visszahallgatták, az ott ugye perdöntő, hogy ha beszolgáltatsz egy ilyen bizonyítékot, és úgy néz ki, hogy bezárják a pasit, 100 évre, már börtönben is van, csattant a kezén a bilincs. 30 évig megúszod a dolgod, és egy ártatlan pössentés közben elmondasz valamit. Hát, döbbenetes. De ez hogy volt? Álltak mellett? Valakinek mondta, vagy dörmögte az orra alá, hogy izé. Nem. Több gyilkossággal is hírbe hozták, ugye több gyilkossággal is megvádolták, és valakivel pisült, és azt mondta, hogy mit csináltam? Mindegyiket megöltem. Jó, hogy. Ezt mondta a pisilés közben. Döbbenetes a történet egyébként. De előtte még azt is mondta nyilván, hogy azt hittem már soha nem fejezik be a hülye kérdéseket, majdnem bebrúzoltam, bakker. Valószínű, hogy azért hogy felzaklatott lelkiállapotban lehetett valószínűleg azért, mert nem tudott magán könnyíteni. Tehát nekem nem úgy tűnik, mintha ő egy ilyen, hogy is mondjam csak, tehát olyan ember lenne, vagy lett volna, akit nagyon kínzott volna az önvád, meg a lelkiismert furdolás, hanem egyszerűen csak elszólta magát, valószínűleg ebben a kicsit lelkiekben, testiekben túl fűtött, zaklatott állapotban. Nagyon Gyere már, igen. És ugye egyébként... Pierre Cardin katya, és most minden tiszta. És ugye a lényeg, hogy ő megölte a feleségét, majd egy mafiózónak a lánya vallott volna rá 2000-ben, mint szemtanú. És hogy nem a tárgyalás előtt egy nappal ezt a lányt is, ugye szegényt megölték. És erre mondta ő, hogy mit csináltam, mindegyiket megöltem. Jó, hogy azonnal lecsukták és kész. Bár érdekes módon azért, ha te mondasz valamit, az nem azt jelenti, hogy... Tehát fura nem, hogy 30 évig nem tudják bizonyítani, nincs bizonyíték, majd azt mondom, hogy persze megöltem. Valószínűleg ez egy ilyen billegő ügy volt, amikor vagy-vagy, tehát hogy már majdnem ott vagy, csak kell még valami. Most egy ilyen mondat elhangzik, beviszik a bíróságra az embert, és ezt lejátszák neki, akkor ő valószínűleg meg fog törni, vagy már megtört. Nem tudom. Igen. Tehát, hogy itt pont ennyit egy ilyen pöckölés kellett. Igen. Na, azt ő maga adta meg. Ő maga motyogott magában, bevallotta saját magának, ki volt borulva, hogy hosszan interjúztatják, tényleg hője pöcsök. Mit csináltam volna? A mellékzajokról nem is beszélve, amik azért egy WC-ben elő fordulnak. Igen, bevallottam. És ugye a témaindítónak egyébként zseniális, mert mindenki volt olyan helyzetben már, amikor róla mondtak valamit úgy, hogy azt hitték, hogy nincs ott. Hát ez a világ egyik legkellemetlenebb élethelyzete, ha te vagy, és te mondod, és ott áll az illető. Ha rólad mondják, szerintem szórakoztatóbb, bármit is mondanak, valahogy örülsz, hogy azt te meghallhattad. Nem? Még ha rosszul is esik, a leleplezés mindig okoz egyfajta kielégülést. Igen. Meg tudod talán védeni magad. Ugye ez ilyen alaptalan dolgok, amit mondanak rólad. Vagy már nincs vagy kérdése. Hát vagy azt mondod, hogy akkor már ezt is tudom magamról. Behívtuk, hogy ne sértődjön meg, de nem ő kapja. Mondtak rólatok valamit valaha, szerintem volt biztos ilyen, vagy mondtatok valakiről valamit úgy, hogy belépett, ott volt, állt a hátad mögött, ott állt melletted, és azt mondta, hogy ha-hó, itt vagyok. Rólad, vagy te mondtál valakiről? Nem, én voltam egy régi igazgatómmal kapcsolatosan, kint álltunk egy folyosón, ugye hát van a munkahelyeken a dohányzó kollektíva, ami, mint tudjuk, hát kicsit ott összefog. Minden elhangzik, de kicsit igen. Összefog, és mondod, és nyomod, és az akkori igazgatónk került szóba egy bizonyos cégnél hosszú évekkel ezelőtt, és akkor én pedig fennhangon mondtam pont, hogy hát igen, ez mekkora hülye, nem ezt a szót alkalmaztam, csúnyábbat. Hanem ennél sokkal csúnyábbat, mert az, amit most csinálunk, az teljesen értelmetlen, és ez a dilettáns
Miért nem és megy a... az a klasszikus, hogy a többiek már jeleznének, hogy ott áll a hátad mögött, hagyd abba, te meg még azt hiszed, hogy drukkolnak neked, és még jobban elkezded mondani? Kettő velem szembe, azt hiszem hatan voltunk körülbelül, vagy heten talán, és akik mellettem álltak, ők se látták, ők verték, hogy ez az apukád, de az a fiam, mekkora hülye, de tényleg végre, apa, ugyanezt gondolom. Tök igazad van, és az veled a bőcs. És veled szembe áll a kettő ember, akit így kicsit érzed, de annyira benne vagy a sztoriba, úgy nyomod, kicsit érzed, hogy ők valamiért megakadtak. Az ilyen élethelyzetekben mindig megvan az a pillanat, amikor a beszélő rájön az arcokból, hogy megfagyott a levegő. És elkezdesz kapcsolni, mert még nem veszed észre, de látod a másik két arcán, hogy ők már nem azt nézik, hogy mit mondasz, hanem mögéd néznek. Hmm. Volt az a klasszikus pillanatok alatt 10 fokot hűl a hőmérséklet, és nagyon megfajtsz életérzés. Először azt gondolod, emlékeztek, tudod, persze, ez persze, van, meghűlsz. Először azt gondolod, hogy ők csak nem értenek egyet. Igen. Érted? És akkor már kicsit így húzod is magad, hogy miért te nem azt gondolod, hogy ő egy hülye, még így rá is kérdeztem talán, hogy te nem azt gondolod, hogy ez mekkora baromság volt, és akkor így... És már érzed, hogy fagy a levegő. És már fagy a levegő, mínusz 10 fok van, tudod, kezdesz kicsit borzongani, és érzed, hogy igen. És ugye ez akkor szokott a legnagyobb ciki lenni, mikor mondjuk 5 percig osztotok, de mindenki osztja, viszont csak a te mondatodat hallják. Igen. Na, nálunk ez pont így volt, tehát mindenki beszállt már a buliba, mindenki savazta, én voltam akkor pont a leghangosabb, amikor megérkezett. Ferenc, típikus. Jöjjön be. Akkor beszélgessünk, akkor beszélgessünk. Én ezeket az egymondatosokat szeretem, abban néhányszor belefutottam, az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor egy ilyen szakmai oktatáson, ez még középiskolában történt, én egy picit késtem, szokás szerint, és beléptem a terembe, és azt mondtam, hogy na, itt van már ez a... És ott volt. És ott te volt, te meghívtak valóban? Igen, de ő mondta. Igen, János, itt van már az a... És bár, akkor de hogy rólad mondták, és te mondtad. Nem, én jöttem be, és a szakmai oktatónk, aki a gyakorlatot végig, rákérdeztem, hogy láttam, hogy már mindenki igen, van, igen, én vagyok igen, az utolsó, gondoltad, de őt még nem láttam, persze gondoltam egy picit a késésemet, leplezem egy nagyon jó fej, nagyon vagány, nagyon stílusos megjegyzése, és ő válaszolt, igen, János, itt van már az a foglalj helyet, kapcsolódj be az oktatás. Akkor mondjuk korrekt volt. Nem jó arc volt egyébként, tehát, hogy hasonló stílusban adta elő is magát időnként, tehát az a tanárról volt szó, de azért egy picit kellemetlen volt. És nem próbálták kijönni, hogy ez nem kérdőmondat volt, nem a tanár úrra szólt, saját magamra. Kijelentettem, hogy itt van már ez hát, a... Hát miután férfi nemi szervnek tituláltam a szakmai oktatomat, illetve elkéstem az óráról, azt gondoltam, hogy nem én leszek az, aki még ott hoztam az észt, tudom. Nehéz. Na jó, hát ugye azt kérdeztük már hallgatóinktól a hírek előtt, hogy írjanak nekünk olyan történeteket, igen, amikor ők is hasonló cipőben jártak, vagy ti is hasonló cipőben jártatok, illetve hát amikor rólatok mondtak valamit, és ti ott álltatok, kihallgattátok, szülők, anyós, anyósról, kolléga, főnök. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember kihallgat úgy egy beszélgetést, hogy róla van szó, vagy ő mond valakiről néhány olyan dolgot, amit az illető egyébként végighallgat. Ugye hát az amerikai milliárdosból indultunk ki, Robert Drassnak hívják, amerikai ingatlan milliárdos. Ő a budiban egy felszerelt mikroporta, a klasszikus filmes jelenet bevallotta, vagy elmotyogta. A cikk szerint saját magában motyogott, csak egy kicsit hangosabban, hogy bizony ő tette el láb alól a feleségét, és ő tette el láb alól a szemtanúkat, az HBO jelentette a rendőrségnek, és lecsukták. Na, nézzük az SMS-eket, hát rengeteg szórakoztató jött, hallgatóink írják, hogy igen, voltak már hasonló helyzetben, amikor is hát úgy tettek megjegyzést valakire, hogy közben az illető ott állt. Egyszer az anyósomat és annak az édesanyját hallottam beszélgetni egy a barátnőmnél töltött éjszaka után. A nagyi pedzegette, hogy mekkora a vangom. És úgy pumpálok, mint egy szívbeteg fóka. Nem lehetek rossz arcok. Az anyósom helyeselte a dolgokat. A vicc, hogy a nagyi egy külön házban lakott. A vicc, hogy a nagyi külön házban lakott a telken. A csajszobája meg az emeleten a nagyházba. Pirultam. Hát, tényleg hangos voltál. Pirultam, igen. Én csak szemtanú voltam egy ilyenben, de kívülről nézve elég szórakoztató volt. Ismerősök beszéltek éppen ki csúnyán egy közös ismerőst, aki akkor lépett be az ajtón. A társaság nagy része nem vette észre, de az egyiknek lefagyott az arc, és azt mondta, hát lehet, de én egyébként nagyon bírom, jó fej. Ha megalkó. Hát, próbál az ember kijönni, igen. Egyetemista koromban a barátommal rendszeresen együtt jártunk kakilni. Ilyenkor jókat beszélgettünk, egyik ilyen alkalommal az egyetemi rektorunkat szittuk, hogy milyen idióta órarendet talált ki az új fél évre, milyen büdös a szája. Én már végeztem kezet mostam éppen, amikor a haverom azt kezdte találgatni, hogy a rektor úr feleségét milyen pozícióban szeretgetné meg. Én akkor már hullacsendben voltam, mert a rektorunk állt a piszuárnál.
haverom sajnos kibukott az egyetemről, tőlem megvonták a negyedik évig kapott ösztöndíjat. Uh-huh. Szóval az csak nem korrekt. Nekünk. Az nem korrekt, hát ez így nem szép. Az nem kell ösztöndíjat elvenni, miből így jön? Igen. Iskolában a tanári tabló előtt állva röhögtünk az angol tanárnőn, és mondtuk, a fényképen még hülyébb feje van, mint élőben. Mire megszólalt, hogyha kiszorakoztuk magunkat, akkor menjünk ki az udvarra. Azért az is nagyon csúlya. Anita küldte nekünk. A WC-ben szittuk a főnököt, hogy egy büdös alak, milyen alak, igen, mire öblített, és kijött az egyik fülkéből. Igen. Klasszikus, igen. Ugye? A WC-ből kilépés, igen. WC-ben sok ilyen dráma történik. Igen, talán ott történik a legtöbb, amikor nem tudod, hogy pont miatta van zárva az ajtó, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Laci vagyok. Hello, Laci! Na veled mi történt? Hát ez egy elég durva sztori volt. Horvátországban nyaraltunk, három lakókocsiban laktunk, egy 10-12 fős brigád, és úgy döntöttünk, hogy elmenjünk a közeli nagyvárosba, Splitbe autókkal, két autóval. És én levittem Horvátországba egy walkie-talkit, és kitaláltam azt, hogy lent a két autó közötti kapcsolattartásban de jó lesz ez a, a walkie-talkit. Logikus. Elindultunk a két autóval, és hát a szokásos hülyéskedés, bréko-bréko, riadó, meg itt jobbra lecsengte után, adtunk tovább, és a mi autónk indult egy társalgás arról, hogy a másik autó utasai, akik a másik lakókocsi lakói is voltak egyben, hát hogy mennyire szarrágók, hogy ők soha nem hívnak minket kajára, de hozzánk mindig odaülnek, nálunk isznak, de ők semmi, innen előjöttek régebbi témák, mert ez egy régi társaság volt, én viszonylag új volt. Mi voltam benne, hogy a koleszos évek alatt is micsoda szarrágás ment, és hogy ez mindig jellemző volt, stb. Stb. Megérkeztünk Splitbe, hát ott azt észleltük, hogy olyan fagyott volt a hangulat, de még akkor nagyon nem derült ki, hogy ez úgy miért nem. Szép. És hát végig fagyott volt a hangulat, és én másnap délelőtt szórakozgattam a walkie-talkival, és akkor vettem észre, hogy beszorul a gombja. Tehát ők gyakorlatilag élő egyenes adásban 10-15 percen keresztül meretten a másik autóban hallgatták azt, hogy minden. Az a baj, nagyon régen történt, 10-12 éve, és konkrétan pontosan nem emlékszem, de ez volt a téma, hogy... Mentetek utána még nyaralni együtt, vagy ez ott megszakadt? Hát, én azt hiszem, hogy én úgy tudom, mert mondom, hogy külsős voltam egy kicsit ebbe a brigádba, hogy ez így egy-két éve befagyasztotta a kapcsolatot. Valami ilyen nem is értem. Megtetted, amit meg kellett. De aztán újra kialakult a régi. Fura a dolog, mert ha én egy ilyet visz végighallgatnék, én megvárnám, míg befejezik, biztos vagyok benne, de nem bírnám megállni, hogy ne leplezzem le őket, hogy én ezt hallottam. Tehát biztos, hogy tennék arról 10-12 perc után, hogy oké, ha befejezted, akkor menjünk ajánlni, és a vendégeim vagytok. Tudod, nyilván ilyenkor azért vissza kell vágnod, és éreztetned kell vele. Én nem tudom elképzelni, hogy öt ember ezt némán tűri, majd kiszáll a kocsiból, és elmegy ebédelni. Azért tűrte némán, érted, mert 20 éve voltak showherek, tehát hogy megismerted saját magad, hogy basszus, tényleg nem hittem meg de őket. Ott már van vér a pucában. Hát de akkor oda kéne menni. Igen. Akkor már én fizetek, emlékszem, a koleszben nem voltam mindig. Igen. Túlgálás veletek szemben. Vagy átszólsz a másik, hogy gyerekek, ma én fizetek, Feri, ha tudsz kölcsön adni a másik autóból, tudod? Tehát, hogy valamit akkor már önirónikusan, vagy valamit visszaszól, hát ez nem szabad annyi bajni, igen. Ez nagyon szép történet. Hát ez gyönyörű volt. Hát jó, hogy nem szóltak vissza, mert én, hogy Splitben nem szállok ki a kocsiból, akkor biztos. Kemény. Igen. Laci, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Ciao. Hello. Azt mondja, hogy... Engem a munkatársam beszélt ki, amit véletlenül hallottam, hogy én milyen csúnya vagyok, és a barátom hogy tud kimenni velem az utcára. Oh. Ez 17 éve volt, most vagyok 35, de örök nyomot hagyott bennem, azóta sincs önbizalmam. Köszönöm neked, Peti. Még a nevére is emlékszik. Évi küldte nekünk. Házibuli, nézem a cimborám feleségének domborulatait, és a félhomályban a mellettem álló férfinek mondom, áj, hogy megtöngett. A fényt. Tipikus. Abszolút tipikus. Anyósommal ástam a kertet, kedvesen megkérdezte, hogy miért túrom a földet. A válaszom, anyád méretű gödröt ások. Gyanúsan nagy volt a csend. Mögöttem állt anyósom villogó szemekkel. Nem nagyon tudod kimagyarázni. De anyád milyen szép mondat. Anyád méretű gödröt ások. Igen. Volt csajommal és családjával mentünk a piacra, venni akartam szemetes zsákot, fickó kérdezi, mekkorát kérek, mondom, a nagyobb méretet, erre egyből hangosan elkezdi mondani, hogy ez akkora, hogy az anyósod is belefér. Mire megszólal mellettem, felpróbáljam? Ugye, mama meghallotta, de szellemes volt. Jó, ez egy jó lesz. Igen, fickó ért, mint arra, hogy ezt Viktor küldte nekünk.
azt mondja, hogy én ebben a pillanatban lettem munkanélküli, azért, mert azt mertem mondani a munkahelyemen, a főnök azt mondja, hogy azért ilyen idióta, mert nincs férfi, aki hozzányúljon. Aha. És ez sajnos meghalotta, pont hazafelé tartok. Ilyen, ebben a pillanatban rúgták ki? Úristen, de kemény. Az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Mikor 7 éve dolgozol egy közösségben és gyűlést rendeznek a hátad mögött egy étteremben, miután te felmondtál, és egy barátom mellettük ült, bekapcsolta a telóját, mindent hallottam. Írja Viki. Azért az is kemény, az nem? Hogy én felmondasz egy munkahelyen. Én elmentem, a Viki benéztem volna a helyedben. Visszamész, igen? Hát nem. Szevasztok, jó volt veletek, köszi, igen. És akkor most már legalább tudom, hogy mit gondoltok rólam. Hát igen, mekkora egy tapuló ez a Balázs. Jaj, bocsánat, nem nektek akartam küldeni. Imádlak. Igen. Kollégákkal beszélgettünk ki a legjobb csaj a melóhelyen, kifelé jövett az öltözőből, utolsó mondat, akkor is Rita a legjobb fenekű csibe ebben a baromfűrben, mögöttem jött, annyit mondott csíp-csíp. 3 éve együtt vagyunk, illetve együtt voltunk igen, 3 évet. Ezt akartam pont mondani, hogy ez nem bántó, tehát ha jót mondasz róla és azt hallja meg, azért nyilván nem sértődik meg senki, nem? Ha a csapat legjobb nőjének nevezem. Hát ha valaki dicsérne. Hát az akkor kevésbé, igen. Na jól van, hát ilyen SMS-eket kaptunk, azért ez egy kemény. Kemény pillanat lehet, nem? A mondás, vagy amikor hallod magadról? Tehát szerintem az a rosszabb, ugye, te mondod, és te buksz meg. Aha, amikor hallod magadról, abban van némi perverzió, ha lebuktatod. Aha. Tehát az szerintem... De az, amikor mindenki helyesel, és valaki 4-5-en, és téged szidnak kórusban, és azt végighallgatod, nem azért az kellemetlen. Igen. Hát ott van egy kis csapatszellem is, tudod, lehet, hogy a másik három nem is annyira utál téged, pont, de ha már az egyik mondja, akkor illik oda-oda lépni. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi